Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Ámen. Magasztaljuk Urunkat 153. dicséretünk első verszakának éneklésével, fennállva énekeljük 153. dicséretünk első verszakát. Itt van Isten köztünk. Nagy szeretettel köszöntöm a Tisza-salmoni Református Egyházközség minden tagját, valamint a tévé képernyője előtt lévőket, akik bekapcsolódnak-e mai Isten tiszteletünkbe. Urunk áldását kérjük együttlétünkre, és folytassuk Istenünk magasztalását a megkezdett 153. dicséretünkkel. A 153-as ének második, harmadik, negyedik és ötödik verszakát is énekeljük. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal. Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg figyelemmel Urunk üzenetét, amely szól hozzánk ez alkalommal a János szerinti Szent Evangélium 15. fejezetéből, a 9-től 17. versig terjedő szakaszt olvasom fel, amit a gyülekezet leülve hallgasson meg. Így szól hozzánk Isten igéje, János evangéliuma 15. fejezetének 9. és következő verseiből Jézus szavai ezek. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ámen. Isten tegye áldottá életünkben az ő igéjének hallgatását, hogy teremjünk sok gyümölcsöt, ami Urunk nagy nevének dicsőségére. Ezért fennállva imádkozzunk. Hálás szívvel áldunk és magasztalunk téged, jóságos Istenünk, mennyei édesatyánk, és köszönjük, hogy egybegyűlve a te szent nevedet segítségül hívhatjuk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megajándékoztál ezzel a vasárnappal, amikor együtt lehetünk igét hallgatására. Köszönjük, hogy most nem csak a mi gyülekezetünk, nem csak személyes életünk, küzdelmeit, könyörgéseit és hálaadását hozhatjuk eléd, hanem mindazokét is, akikkel egy nagy közösségben, az éteren keresztül egy gyülekezetté formálódunk. Kérünk, Urunk, hadd legyen áldássá a te igéd, a te szavad, és hadd legyen megszólító erővé mindannyiunk számára, akik várjuk a te útmutatásodat. Megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan szegény az életünk nélküled, és hiába van sokszor emberi tanács körülöttünk, ha te nem tanácsolsz, ha te nem vezetsz, ha te szent lelkeddel nem igazítod gondolatainkat, olyan sokszor zsákutcába kerülünk. Urunk, látod életünket, életünknek a mostani szakaszát is. Alázattal valljuk meg előtted vétkeinket, kérünk, hogy most se bűneinkre tekints, hanem egyedül a te áldozatos kereszthalálodért szereteteddel vegyél körül, áld meg együttlétünket, hallgass meg könyörgéseinket, amelyeket kiöntünk előtted, és add, Urunk, hogy a te áldószavad minket is áldássá formáljon környezetünkben, ahol élünk. Kérünk, áldott lelkeddel vezess, és hallgass meg imádságunkat. Ámen. Készüljünk, kedves testvérek, igehirdetéshez énekszóval. Az imént elkezdett 153. dicséretünk utolsó, 6. versszakát is énekeljük el. Jöjj és lakozz bennem! Így folytatódik a 153-as ének, utolsó, 6. versszaka.
Hallgassuk meg, szeretett testvérek, azt az igét, amit Isten szent lelke segítségével a János evangélium a 15. fejezetének 16. verse alapján szeretnék magyarázni. Így hangoznak Jézus szavai. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, bőti vasárnapunkon az Úr Jézus Krisztus elköszönő beszédeiből hallunk most is egy részletet. Azokból a szavakból, tanításokból, amelyeket mielőtt a kereszthalált elszenvedte volna, elmond tanítványainak. A tanítványoknak, akik valamennyire értik, nagyobb részt talán nem annyira, mindazt, ami Jézus tanítása, és az imént felcsendülő gondolatok között is drága biztatás hangzik. Már az elmúlt vasárnapon is arról gondolkodtunk együtt, mit jelent Jézusnak ez a felszólítása, hogy maradjatok én bennem. Megfogalmaztuk azt, hogy sok mindenben meg lehet maradni a változó világban, a legfontosabb azonban az, hogy maradjunk meg ő benne, és ő bennünk maradjon. Ezáltal lehetséges csupán az, hogy mi helyt állhassunk ebben a küzdő világban. A mai felolvasott igeszakaszban pedig csodálatos biztatásokat olvashatunk arról, hogyan is ment végbe az, hogy Urunk megszólította, kiválasztotta tanítványait. A felolvasott mondat gondolatmenetén haladva tekintsük át röviden, mit is jelent az, amit Jézus így fogalmaz meg, nem ti választottatok ki engem, én választottalak ki titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Kedves testvérek, tulajdonképpen ebben a mondatban három fő gondolat szerepel, és ezt a három fő gondolatot fogjuk majd áttekinteni. Mit is jelent az, hogy nem mi választottuk őt? Nem a tanítványok választották őt. Aztán gondolkodjunk arról együtt, milyen csoda az, hogy ő választott bennünket. Harmadszor pedig áttekintjük azt röviden, hogy mi az oka, mi a célja annak, hogy ő kiválaszt minket, hogy kiválasztja az övéit ma is. Először is kezdjük ott, hogy miért vigasztalás a tanítványok számára ez a mondat, nem ti választottatok engem. Tudjuk az Úr Jézus életéből és küzdelmeiből, hogy ahogyan a kereszthalál felé halad, egyre nehezebb a tanítványok számára is érteni mindazt, ami történik. Talán egyre több félelem ébred a szívükben. Jézus arról beszél, hogy nem lesz mindig velük. Ez is félelmet ébreszt bennük. És ezek között, a félelmek között talán ott van az elbizonytalanodás is, hogy lehet, hogy rosszul döntöttünk, amikor Jézus nyomába szegődtünk. Jézus ezeket a gondolatokat, ezeket a kísértő gondolatokat szeretné eloszlatni és helyre tenni, amikor rámutat arra, nem ti választottatok ki engem. A tanítványok számára ez azért biztatás, mert Jézus felmenti őket, és azt mondja, hogy nem hibáztatok, nyugodjatok meg. Jó helyen vagytok a közelemben. Jól döntöttetek, nem is ti döntöttetek először, hanem én döntöttem először. Szeretett testvérek, a ma élő hívő ember számára is igen fontos ez a biztatás. Amikor magunkra nézünk, belegondolunk abba, hogy bizony a sok küzdelem, a megpróbáltatások között, abban a világban, amelyben élünk, azok között, a körülmények között, amelyek között élünk, abban a világkorszakban, amelyben élünk, mit is jelent hívőnek lenni? Lehet, hogy elhibázott dolog, nem a modern világ útján haladni, hanem régi igazságokhoz ragaszkodni? Lehet, hogy rossz döntés, hogy mi egy olyan hitet képviselünk, egy olyan hithez ragaszkodunk, amelyet esetleg a világ nem kedvel, nem ismer el. Jézus erről is beszél, hogy nem lesz majd a világ elismerő szeretettel, befogadó a Jézus követőkkel szemben.
Testvérek, bennünket is felment a kételkedések alól Jézus szava. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Azaz nem mi tettük meg az első lépést. Ő tette meg az első lépést. Hogy Isten kegyelméből Isten tiszteleten vagyunk, hogy Isten kegyelméből rendszeresen Isten tiszteletre járhatunk, hogy most sokan velünk együtt imádkozva hallgatják ezt az igehirdetést, talán a világ minden táján. Ez nem azért van, mert mi így döntöttünk, hanem azért van, mert Urunk választott ki bennünket. Nem mi választottuk őt, ő hívott el. Elhívott, mert célja van az életünkkel. Nem hibáztunk semmit ebben a dologban, ő döntött mellettünk. Leveszi tehát a terhet a vállunkról, és azt mondja, jó helyen vagyunk az ő közelében. Ő választott ki, nem mi őt. A kísértő gyakran kétségbe sodor bennünket, akkor, amikor a hitpróbák jönnek. Azonban ezeknek a kétségeknek nincsen helye. Nem a mi bizonytalan döntésünkön nyugszik életünk, hanem az ő döntésén nyugszik. Természetesen azonban szükséges a mi döntésünk is mindehhez. Ez is kétségtelen, ismerős, egyértelmű gondolat a hívő gyülekezet számára. De menjünk tovább, és folytassuk gondolatunkat azzal, hogy Jézus önmagunkról, esetleg a magunk kétségeiről, az ő személyére irányítja figyelmünket, és arról beszél, én választottalak ki titeket. Kedves testvérek, olyan megtisztelő dolog ez, ha erre gondolhatunk, hogy ő választott ki minket. Tegyük most nagyon személyessé ezt a gondolatot, és gondoljunk arra, hadd mondjam egészen személyesen, ő választott ki téged. Ismerjük jól a 139. Zsoltár csodálatos gondolatait. Dávid imádkozza, ismered gondolatomat, járásomra és fekvésemre, te figyelsz. Ajkamon sincs a szó, te már jól érted azt, Uram. Te választottál ki, még anyám méhében. Olyan csodálatos látni, hogy a Szentírás összefüggéseiben ez az igazság többször is feltűnik. És Krisztus választja ki tanítványait, és Krisztus választott ki bennünket is. Életünk kezdetétől fogva, mind végig. Ő választott ki, hogy az övéi legyünk. Ő választott ki, hogy éppen ebben a korban, éppen ebben az időszakban, ezek között a körülmények között, ezek között a nehézségek között maradjunk meg az ő közelében. Néha, ha elgondolkodunk a történelem folyásán, talán eszünkbe juthat, hogy vannak különféle történelmi időszakok, könnyebbek és nehezebbek. Néha az ember talán megiridli a könnyebb történelmi időszakokat, és azt mondja, ó, de kár, hogy nem akkor születtünk, amikor. Kedves testvérek, ilyesmin nincs értelme gondolkodni. Mégpedig azért nincs, mert Urunk pont minket, pont erre az időszakra választott ki, hogy ebben az országban, ilyen körülmények között, ilyen megpróbáltatások között, ilyen élethelyzetekben maradjunk meg a mi hitünkben. Ez se a mi döntésünk, az ő döntése. Én választottalak ki titeket. Kedves testvérek, ez nagyon felszabadító gondolat. Mert az ember esetleg úgy is gondolkodhatna, hogy milyen jó lenne kilépni abból a nehézségből, amelyet megélünk. Miért ne változtathatnánk a dolgokon? Miért ne dönthetnénk másképpen? Miért ne hagyhatnánk mindent és mehetnénk máshová? Lehet így is gondolkodni, de ha komolyan vesszük, hogy ő választott ki, és hogy pont bennünket, pont ebben az időszakban választott ki, hogy így álljunk helyt hitünkben, feladatunkban, szolgálatunkban, pont ebben a gyülekezet közösségében, vagy pont abban a gyülekezeti közösségében, ahová azok a testvéreink tartoznak, akik ma velünk tartanak ezen az Isten tiszteleten. Nos, ő választott ki, tudja helyünket, tudja életünk célját, és ez bennünket felszabadít arra, hogy bizalommal tekintsünk rá, mert ha ő választott ki, ő is fog megtartani. Ha ő választott ki, ő adja az erőt is ahhoz, hogy helytálljunk. Ha ő választott ki,
ő akar bennünket eszközként is használni, mások javára, és a mi Urunk Istenünk dicsőségére. Erő van tehát ezekben a mondatokban. Nem véletlen, hogy a legkétségesebb órákban, időszakokban biztatgatja Jézus tanítványait ezekkel a szavakkal. És így biztatgat ma bennünket is. Ne aggódjunk tehát a körülmények felől, a nehézségek felől, az élet körülmények felől, amelyek nagyon zavarosak. Zavarosak nem csak ebben az országban, de sokfelé ezen a világon. Sokaknak az életében sok kétség van, mi lesz, hogyan alakul. Jézus pedig szól, Jézus beszél, és azt mondja, én választottalak ki titeket. És hogyha ő ezt így mondja, akkor mi erre felelhetünk úgy imádságban, hogy hála neked, Uram, köszönöm. Olyan jó, hogy tudhatom, hogy te választottál ki engem. Olyan jó, hogy hozzád tartozhatok. Olyan jó, hogy te adod az erőt a hétköznapokhoz. Olyan jó, hogy te vagy a garanciája annak, hogy küldetésemet betölthessem. És itt érkezünk meg, kedves testvérek, utolsó gondolatunkhoz, amelyben az Úr Jézus azt is megfogalmazza, hogy milyen okkal és milyen céllal választott ki bennünket. Már az elmúlt vasárnapunkon is beszélgettünk arról, mit is jelent az, hogy gyümölcstermő életre hívott el bennünket a mi Urunk. Ebben a gondolatban is ez fogalmazódik meg. Én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Gyümölcstermő életre választott ki bennünket. Szeretett testvérek, a gyülekezeti tag, a keresztény ember, a Krisztus követő nem csak úgy el van ebben a világban. Nem csak annyi a dolga, a feladata, hogy legyen. Ennél több feladata is van. Az a feladata, hogy gyümölcstermő életet éljen. Sokféle hasonlatot használ Jézus arra, hogy elmagyarázza, mi is a küldetése a tanítványoknak bármilyen korban, bármilyen időszakban. Soroljunk néhány példát erre. Először is azt mondja, hogy olyan a hívő ember küldetése ebben a világban, mint a sóé, amely megízesíti az ételt. Olyan jó lenne Isten kegyelméből megsózni a környezetünket. Hogy ne egy helyben járó és láthatatlan emberek legyünk, hanem érezhető legyen az íze a mi hitünknek. Ha már egyébként erről szólunk a só példázata kapcsán, mit jelent láthatatlannak lenni, hát tulajdonképpen, kedves testvérek, megfogalmazhatjuk, hogy a só akkor tudja betölteni az ételben a küldetését, ha láthatatlanná válik, ha feloldódik, ha a közegének szerves része lesz, és mindent áthat. Nagyon izgalmas tehát így látni az életet. Az a dolgunk, hogy jelen legyünk a társadalomban, hogy éltető erővel, ízzel legyünk jelen abban a közösségben, amelyben ott lehetünk Isten kegyelméből. Mert ő erre hívott el, hogy megízesítsük a környezetünket. És hogy mennyire legyünk láthatóak? Sok esetben nem kell láthatónak lenni, úgy, ahogyan a só sem látható. Csak legyen az ételnek íze. Legyen a szavunknak íze, jó íze. Legyenek gondolataink, legyenek indulataink, Isten számára jó illatúak, jó ízűek, amelyek másoknak is erőt és reménységet adnak. De nézzünk egy másik példát. A só mellett azt mondja Jézus, hogy olyan a tanítványok élete, mint a világosság, mint egy csillag, amely ragyog a sötétségben. Vagy így mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy olyan a hitben járó ember küldetése, mint a gyertya, amelyiket felgyújtják, hogy világosság ragyogjon a házban. Jól ismerjük ezeket a szavakat. Ezt mondja Jézus, hogy nem azért gyújtják fel a lámpást vagy a mécsest, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy ragyogjon mindazoknak, akik a házban vannak. Ez meg már azt jelenti, hogy váljék a hívő ember láthatóvá. Ne rejtse el hitét, ne rejtse el Krisztusba vetett hitét, meggyőződését, igazsághoz való ragaszkodását, hanem
ragyogjon, mint világosság ebben a sötét világban. Így fogalmaz tehát Jézus, hogy a gyümölcstermés az ezt jelenti. Nem vonulunk ki ebből a világból, amelyik világban élünk, abban van küldetésünk. Amelyik közösségben ott vagyunk, ott kell éltető, ízesítő erővel jelen lennünk Isten dicsőségére és mások javára. Szeretett testvérek, érdemes megállni ennél a gondolatnál, és arra gondolni, hogy mennyi sok ízetlen ember van körülöttünk, és mennyi sok keserűséget sugárzó ember van körülöttünk. Az ízetlen szó alatt, fogalom alatt azt értem, milyen is az, amikor az ember olyan semmilyen ízű, és úgy van jelen egy közösségben. Ott van, vagy nincs ott? Mindegy. Hozzászól, vagy nem szól hozzá a dolgokhoz? Mindegy. Nem változtat a dolgokon. Nem képvisel egy komoly véleményt. Nem irányítja a maga gondolataival azt a közösséget. Nem viszi előbbre. Ott van, vagy nem, szinte mindegy. Testvérek, a hívő ember nem lehet ilyen. A hívő ember egyszerűen nem ilyen. Azért, mert a hívő ember életében ott van Krisztus, és a hívő ember életében ott van Krisztus ereje. És Krisztus ereje nem ízetlen. Krisztus ereje formálja, vezeti, alakítja a közösséget, alakítja az emberi kapcsolatot, és nem rossz indulatúan formál, hanem a megjobbítás szándékával formál. Ez az ő célja, ezért hívott el, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy imádságos lelkületünk, megjobbító szándékunk megtalálja az elveszettet, segítse a roskadozót, bátorítsa a csüggedezőt, álljon oda a másik mellé, és ragyogja bele a másik életébe Krisztus igazságát, Krisztus áldott jó példáját, vigye el Krisztus jelenlétét. Így lehet az, hogy a hívő ember gyümölcstermő életet élő emberré lesz, mivel hogy Krisztus választotta ki erre. Azzal fejezi be Jézus ezeket a gondolatokat, hogy még egy csodálatos és nagyon gazdag ígéretet is fűz a felhangzó mondatokhoz. Azzal zárja ezeket a gondolatokat, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. A szeretet közösségében, a szeretet közegében valósulhat meg a gyümölcstermés csodája. És gyümölcstermésünkhöz hozzátartozik az, hogy együtt munkálkodunk az atyával imádságban. És Jézus ezt az ígéretet fűzi még ezekhez a csodálatos gondolatokhoz, hogy bármit kérünk az atyától, Jézus nevében ő megadja. Szóljunk még néhány gondolatot Jézus nevéről. Jól ismerjük a Filippi levélhez írott levél idézetét. Jézus olyan nevet kapott az atyától, amely minden név fölött való. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus nevében Isten jön közel hozzánk. Isten választott népe sohasem mondta ki Isten nevét. Ha esetleg néha belehallgatunk a péntekenként felhangzó Kossuth Rádióban megszólaló zsidó félórába, akár most is hallhatjuk, így szólítják Istent, az örökkévaló. Így nevezték Istent a kezdetektől fogva, az örökkévaló, de sohasem mondták ki Isten szent nevét. Annyira komolyan vették a parancsolatot, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába szádra nevedd, hogy sohasem ejtették ki ezt a szent nevet. Azonban Jézusban az Atya közel jön hozzánk. És Jézus azt mondja, Isten nevezzük Atyának. És az ő nevét kiejthetjük. És az ő nevében meghallgattatik minden imádság. Az ő nevében van az áldás,
az ő nevében van a kegyelem, az ő nevében van a megtartatás. Szeretett testvérek, olyan jó lenne, ami Urunk Jézus Krisztus nevét többször ízlelgetni, és mondani, Jézusom, Uram, Istenem. És azzal a hittel mondani ki, hogy tudom, hogy ő érte, Isten meghallgatja a könyörgésemet. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert Jézus megígérte, hogy az ő nevében az Atya meghallgatja könyörgésünket. Jézus nevében kérni. Azt mondja, kérjetek bármit, és megadatik nektek. A Szentírás következő fejezetében, a János Evangélium a 16. fejezetében azt mondja a tanítványainak, hogy eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Érdekes ebben belegondolnunk, kedves testvérek, hogy addig tehát nem imádkoztak Jézus nevében, csak az Atyához fordultak. Jézus azonban egy új lehetőséget ad a tanítványoknak, hogy Jézus nevében könyörögjenek. És Jézus nevében ott van az imádság, meghallgatás, bizonyossága, valósága. És ezt adja nekünk is, ma élő keresztényeknek, hogy Jézus nevében könyöröghetünk, és Jézus nevében ott a válasz az imádságokra. Ennyire gazdagok vagyunk. És ha már hallottuk ezt a jézusi kijelentést, hogy eddig még semmit sem kértetek az én nevemben, lehet, hogy érdemes elgondolkodnunk, hogy könyörögtünk mi már úgy igazán mélyen Jézus nevében valamiért. Hivatkoztunk már arra teljesen őszinte hittel, hogy én a Jézusért kérlek, mennyei atyám, hogy hallgass meg. Nem magamért, nem azért, mert így akarom. Jézusért. Ő pedig megígéri, hogy Jézusért meghallgattatik az imádság. Legyen ez a mi reménységünk, kedves testvérek. Erősítsük egymást is ezzel a hittel. És foglaljuk össze röviden, nem nehéz megjegyezni ezt a jól ismert mondatot. Ebben a mondatban benne van az igehirdetés minden gondolata, hiszen ebből emeltük ki az üzeneteket. Ezt mondja Jézus, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Vigyük haza, zárjuk szívünkbe ezt a csodálatos, drága biztatást, ígéretet, és ne feledjük, ahol Jézus nevét kiejtjük, ő mindig ott van. Ott Isten tisztelet helye van. Az ő közelségében átélhetjük Isten valóságos jelenlétét. Hadd zárjuk gondolatunkat egy olyan történettel, amelyet már máskor is elmondtam kedves testvéreim előtt. Molnár Mária, szeretett magyar misszionárius nőtestvérünk, egyszer, amikor a Pápua Új-Guineai szigeteken az emberevők között szolgált, egyik szigetről a másikra egy egyszerű kenuval haladt, és hirtelen akkor a szélvihar támadt, amelyben meg volt győződve az evezős, hogy itt fejezik be életüket. Nincs menekvés. Ő ezt tudta. És míg a hullámokkal küzdött, és hátra tekintett, észrevette a Mrs. doktort, a misszionárius hölgyet, aki térdre borulva Jézus nevét hívta segítségül. És Jézus nevére elcsendesedtek a hullámok, kiderült az ég, és ezt a történetet mindmáig jegyzik, az összes többi csodával együtt, a Molnár Mária életéről szóló életrajzi könyvek, és ameddig ez a kannibál, aki megtért, élt, mindig elmondta mindenkinek, hogy Jézus nevére csoda történt. Olyan nagy dolog az, hogy Jézus nevében ma is csoda történhet, mert ő jelen van, és az ő nevéért imádságunk meghallgattatik. Bátorítson és biztasson ez minket, drága testvérek, ezekkel a gondolatokkal térjünk haza hajlékainkba. Ámen. Most pedig ülve maradva válaszoljunk énekszóval az elhangzott gondolatokra. Lapozzunk, szeretett testvérek, a 399. jól ismert dicséretünkhöz, a 399-es énekünk
első versszakát énekeljük, ki Istenének átad mindent. Pedig fennállva imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amint egykor nagy-nagy türelemmel tanítgattad, vezetgetted szeretett tanítványaidat, éppen azzal a türelemmel, éppen azzal a szeretettel vezetgetsz és tanítgatsz bennünket is, hogy mélyebben megismerjünk téged, hogy nagyobb hittel hívjunk segítségül, és hogy megtanuljunk mindent, ami mennyei atyánk kezébe tenni a te nevedben. Urunk, amikor ezeket a gondolatokat halljuk, és az imént felhangzó, jól ismert, szép énekünk sorait énekeljük, bűnbánat is ébred a szívünkben. Bocsásd, megkérünk, hogy sokszor nem jutunk el addig, hogy mindent a te szent kezedbe tegyünk le. Vannak dolgok, amiket szorongatunk, vannak, amikhez ragaszkodunk, vannak, amiktől félünk, tartunk, és úgy gondoljuk, hogy ha mi magunk megpróbáljuk megoldani a problémákat, azok megoldódnak, de ugyan más ki tudna segíteni. Köszönjük, hogy a gyülekezet közösségével, a hívők egyességében megvallhatjuk előtted, hisszük, hogy te tudsz mindenre választ adni, te tudsz minden könyörgést meghallgatni, és benned van minden problémára a megoldás. Köszönjük áldott szent nevedet. Köszönjük, hogy a te nevedben meghallgattatnak könyörgéseink. Segíts, kérünk, hogy úgy tudjuk áhítattal és hittel mondani ki nevedet, hogy teljes mértékben meggyőződve el tudjuk hinni, hogy érted, ami mennyei atyánk, meghallgatja imádságunkat. Köszönjük ezt a drága igét, amivel ma foglalkozhattunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem mi választottunk téged. Ezért kétség sem férhet ahhoz, hogy a tiéd vagyunk. Te választottál ki, te döntöttél mellettünk, még akkor, amikor nem is tudtunk rólad. És te nem hibáztál, Urunk. És köszönjük, hogy miközben kiválasztottál, jól ismerted gyengeségeinket is, vétkeinket is, fogyatkozásainkat is, és ezzel együtt választottál ki. És ha akkor, amikor kiválasztottál, nem mondtál ránk nemet, köszönjük, hogy ma sem mondasz ránk nemet, hűségeddel mellettünk maradsz. Köszönjük ezt a drága biztatást, hogy a te kiválasztásod nem változik meg. És köszönjük, hogy a te kiválasztó szereteted ma is munkálkodik, és akár még eszközeid is lehetünk, hogy másokat is elhívj magadnak. Segíts, kérünk, úgy helytállni emberi kapcsolatainkban, családjainkban, gyülekezeti közösségeinkben, hogy mindig rólad tehessünk bizonyságot, és hogy megmaradva benned, rád figyeljünk. És azt is köszönjük neked, hogy célja van kiválasztó szeretetednek, az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Úgy, hogy mint só megízesíti az ételt, ízesítsük meg környezetünket, és mint világosság, amely sötétségben ragyog, úgy ragyogjon a mi hitünk, a mi tiszta életünk, példaként mások előtt, ebben a sötét világban. Urunk, látjuk ennek szükségét, formálj minket eszközeiddé. Együtt könyörgünk, áld meg a gyülekezeti közösséget,
Vigyázz szeretteinkre közelben és távolban. Áld meg ezt a közösséget és minden egyes közösséget, akik ma a te szent nevedben együtt vannak. Urunk, áldásodat kérjük azokra, akik az éteren keresztül vannak együtt most velünk. Kérünk, hogy a te drága igéd járja át és gyógyítsa az ő szívüket is. Együtt könyörgünk a betegekért, add a te gyógyító kegyelmedet a betegség terhét hordozóknak. Együtt imádkozunk az elesettekért, a gyászolókért, a bánkódókért. Kérünk, Urunk, emlékeztesd őket is arra, hogy te választottad ki őket, és céljobb van életükkel. Kérünk ezért az országért, amelyben élünk, adj megújulást, adj reménységet, taníts nekünk megmaradnunk az imádságban hittel, taníts bennünket erre, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, hanem imádsággal tudjunk remélni. Kérünk a mi magyar népünkért, mindenfelé a világban, őrizd meg a mi nemzetünket, áld meg a mi nemzetünket, hadd ismerjék fel hívó szavadat, hadd ismerjük fel, és hadd ismerjük el mindannyian a te hatalmadat, mert ez a mi megtartatásunk. Kérünk, hogy maradj velünk irgalmatból ígéreted szerint. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig foglaljuk el helyünket, s hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is adakozást hirdetek az ige szavával. Így szól az Úr, a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem szeretett testvéreimnek, ha Urunk éltet bennünket mához egy hétre, ami Urunk Jeruzsálembe való bevonulását, virágvasárnap ünnepét ünnepeljük. Virágvasárnapi istentiszteletünk a megszokott időben kezdődik majd. Szeretettel hívják az Ungi Egyházmegye minden gyülekezetét a reánk következő vasárnapon, virágvasárnapon, a Nagydobronyi Református Egyházközségben megrendezésre kerülő ünnepi csendes délutánra. Hirdetem tehát, hogy szeretettel hívják gyülekezeti közösségünket is. Szervezzük az utazást erre az ünnepi alkalomra. Kérjük, hogy az Úr legyen továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora, áldjon és szenteljen meg mindannyiunkat, és segítsen megmaradnunk az ő akaratában. Most pedig mielőtt áldást kérnénk, hitvalló énekünket énekeljük el fennállva, mindig velem, Uram, mindig velem. Most pedig végezetül kérjük Urunk áldását. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek el titeket arra, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök
megmaradjon, hogy bármit kértek az én nevemben az atyától, megadja az ő nagy nevének dicsőségére. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünket záró énekünkkel fejezzük be. Elkezdett 399. dicséretünkhöz lapozzunk, és a 399. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakát is énekeljük el. A 399. dicséretünk második versszaka így folytatódik: a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér. Thank you.